Európa bajnokság, világbajnokság, világkupa és egy kis retro életérzés. Minden sportolónak szüksége van egy kis kikapcsolódásra. És hogy mivel foglalkozik Verasztó Dávid a világbajnoki felkészülés során? Verasztó Dávid. Egy olyan sportoló, akit senkinek sem kell bemutatnunk. A BVSC úszója már gőzerővel készül a júliusi vizes világbajnokságra. 3 éve edzőt, pár hónapja pedig klubot is váltott. A változás a jelek szerint jó irányba tereli a világbajnoki ezüstérmes úszót. Együtt nőttünk fel, szóval ez nem olyan, hogy tényleg az ellenkezőjét csináltam, amit eddig, úgyhogy... De hát haladunk előre. Azért minden évben kicsit jobbak voltunk, kivétel tavaly. Még tavaly is javultunk folyamatosan, csak a lényeg nem jött össze. Úgyhogy próbáljuk ezt az évet jól megcsinálni. Mindig beszélgettünk úszásról, csak annó egymás mellett úsztunk, most meg ő a partomon, ugye nem edz. Igazából tényleg ez a legnagyobb különbség. Nagyon nem különbözik a programunk. Annyi, hogy most hát ugye nem a Komiádiba vagyunk, hanem itt a BVSC-be vagy a Dagályba, úgyhogy ez a legnagyobb változás. A következő nagy állomás a vizes világbajnokság. A felkészülés első etapja most zárult le Dávid számára. Most vége lett egy ilyen kisebb versenyszezonnak, ugye ami áprilisban volt, 3 verseny volt egymás után. Úgyhogy kezdjük erről az egészet, és majd a VB lesz a vége. Áprilisban szinte versenyről versenyre utazott, ami lehet, hogy fárasztó volt, de jó alapot adhat a vizes világbajnoksághoz. Végén már így nem éreztem túl frissnek magam, de sikerült jó időket úsznom, meg szerintem, amit elterveztünk, azt meg tudtuk csinálni, majdnem maximálisan, azt mondom. Dávidnak volt már szerencséje hazai közönség előtt versenyezni, amit most nyáron újra megtehet. Majd szerintem az utolsó másfél-két hét ott fogjuk érezni igazából, hogy milyen így lesz itthon világbajnokság, mert ugye EB már volt itt, ifi EB-n is voltam itthon, de hát azért ez egy kicsit nagyobb rendezvény. Nem csak a hazai közönség adhat előnyt, a helyszín sem lesz ismeretlen úszóink számára. Mi a melegítő medencében edzünk, nem is szeretnék nagyon a nagy medencébe úszni, mert azt megtartom majd a VB-re, hogy egy kis újdonság legyen. Hát meg ugye itt vagyunk a BVSC-be, így felváltva azért. A világbajnokságon több számban is láthatjuk. Az országos bajnokság után egy nyugodtabb felkészülési időszak következhetett. Az én 400 vegyesen elég valószínű volt, hogy sikerül indulnom a VB-n. Ez már pár éve így van, hála Istennek. A 200 ugye az még ilyen kicsit gondolkodunk, nem tudom pontosan, de valószínűleg indulunk. De hát legalább van, nyugodtan tudunk készülni. A világbajnokságig van még 2 hónap, addig az időn szeretne még egy kicsit javítani. De 4-10-zel megyünk a VB-re, ami hát ilyen még nem volt. Ugye eddig szerintem a még legjobb idő van, ami 11 vagy 12-t úsztunk nyáron. Pont a nagy verseny előtt akkor már nagyon boldogak voltunk. Úgyhogy hát jól állunk, szeretnénk ebből javulni. Ahogy így a mezőnyöket különböző országban elnézegettük, hát nem úgy néz ki, mintha sokkal gyengébb lenne ez az év. Úgyhogy én nem gondolom, hogy lassabban fog bárki úszni. Mint mindenkinek, így a sportolóknak is szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Mindenkinek van valami hobbija. Ne ijedjenek meg, nem egy másik műsorba csöppentek. Ez csak Verasztó Dávid legújabb szerzeménye. Egy 42 éves UAZ. Tavaly nyáron egyik barátommal, nem tudom, kinéztük ezt a narancssárga a csodát, és akkor elmentünk és el is hoztuk. Úgyhogy azóta meg már több terv is volt, hogy mi lesz vele, de a végén így igazából ilyen kis hát hobbi, buli járat lett belőle, úgyhogy
ez maradt a végére. Az első szerelem nem az egyetlen. Dávidnak újabb tervei vannak, amihez már az alanyt is megtalálta. Úgy néz ki, hogy lesz egy kék barkasz is, ugye még hát egy kicsit épül, mert azért van rajta munka. Úgyhogy remélem egy hónap múlva készen lesz, és akkor már ketten lesznek. Az U az mindig nagy figyelmet kap az utcán. Az is megnézi, aki nem szereti az autókat. Dávidnak régóta kedvencnek számítanak az ilyen járgányok. Szeretem az autókat, az, hogy most hogy jött, most pont ilyen, hát 1975-ös, ez a UAZ. Az ilyen régebbiek, nem tudom tényleg. Az új autókat is szeretem, de a régiek így azért mindig így egy kicsit így érdekeltek. Természetesen nem csak a kinézete és a színe miatt számít különlegesnek. A korából kifolyólag igazi időutazás ezt az autót vezetni. Nem olyan egyszerű vezetni, azért itt a szervókormánynak azért hát, hírehamva sincsen, elég nehéz vele mondjuk megfordulni egy Y-ba, de hát kihívás vezetni, inkább azt mondom, hogy ez a nagy benne. Hát nem túl gyors, úgyhogy 60-nal megy maximum. Mire mondjuk Csongrádról jött, mire feljutottunk vele, az elég hosszú idő volt. Hát jó, nehéz, azt nem tudom, hogy tényleg azon kívül mit tud. Hát 8-an férnek bele, és hát még működik. Egy ilyen autócsodát nem csak kívülről, de belülről is érdemes megcsodálni. Dávidnak szinte az összes barátja kipróbálhatta már, hogy milyen lehet egy kicsit visszautazni a történelemben. Először csak így a barátaimat vittem, most van neki ilyen saját Facebook oldala, és igazából, ha valakinek kedve támad menni vele egy kört, vagy a városba, vagy nem tudom, éppen amit kitalálnak, akkor erre van így lehetőség igazából. De ne ijedjen meg senki, Dávid nem szakad el az úszodától. Még pár évig biztosan a medencében láthatjuk a BVSC kiválóságát. Addig is az úszás mellett marad egy kis utazás, de szigorúan maximum 60 km/h.